2 éve alapítottak a kínai Tiencsin egyetemén magyar tanszéket az európai nyelvek és kultúrák karán. A kartól nemrégiben meghívást kapott a Nyíregyházi Egyetem, melyről november közepén 5 tagú küldöttség látogatott a kínai felsőoktatási intézménybe. A Tiencsini idegen nyelvi egyetem, amely Kínában található és Pekingtől körülbelül 130 kilométerre található, Tiencsin városában értelemszerűen, megkereste Magyarországot, a Magyar Rektori Konferenciát, hogy ajánlja ki itt a felsőoktatási intézményeknek, hogy melyik egyetemmel tudnának kapcsolatba lépni. A mi egyetemünk élt ezzel a lehetőséggel, egyrészt azért, mert nálunk is cél a nemzetköziesítés, ami azt jelenti, hogy próbálunk minél több idegen egyetemről, külföldi egyetemről pontosabban idehívni hallgatókat, itt kurzusokat ajánlani nekik, egyáltalán itt folytassák a tanulmányaikat. A Tiencsini Egyetemen a magyar szakon 2 év folyamon összesen 19-en tanulnak jelenleg. Nekik a nyíregyházi küldöttség tagjai a magyar zenekultúráról és a magyar nyelv jellemzőiről tartottak előadásokat. Emellett pedig szakmai egyeztetéseket folytattak a kínai egyetem vezetésével, melynek eredményeképpen együttműködési megállapodást írtak alá a 2 intézmény képviselői. A cél, amit a szerződés megkötésekor a rektor úr is megfogalmazott, ez egy külön ceremónia volt, hogy a magyar szakos hallgatók anyanyelvi környezetben tanulhassák a magyar nyelvet, és bízunk abban, hogy minden lehetőség megteremtődik arra, hogy a mostani másodévesek már harmadévesként itt legalábbis 1 szemesztert vagy 2 szemesztert itt tölthessenek. Mi tudunk nekik, a Nyelv- és Irodalomtudomány Intézet tud nekik biztosítani kurzusokat, egyrészt a magyar szakosok órájára beülhetnek, de a magyar, mint idegen nyelvet egyébként is tanítjuk a jelenleg itt tartózkodó török hallgatóknak, tehát egy picikét a nyelvük, egy kicsit alapfokon is tudjuk még tovább tanítani nekik a magyar nyelvet. A nyelvi képzéseken túl azonban a kulturális kapcsolatok ápolása, egymás kultúrájának a mélyebb megismerése is fontos szerepet tölt be a megállapodásban. Ennek érdekében több, akár közös rendezvényt is terveznek a 2 egyetem vezetői.